Messzelátó. látó, együtt a jövőbe. Szia, a Közgazdász online magazin podcastjét hallgatod. Alkotó fiatalok vagyunk, akik tudást és inspirációt gyűjtenek beszélgetésekbe, a Corvinus Egyetemen innen és túról. Taxner Tünde vagyok, a közgazdász újságírója, szerkesztője. Ma újra kezünkbe vesszük a messzelátót, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen lélektani háttere van az evésnek, a fogyókúrázás kultuszának és olyan életmódmozgalmaknak, mint akár a vegánság. A messze a jövőbe mutató témákat szakértőkkel járjuk körbe. Most sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Fargács Attila, pszichológust, egyetemi docást. Üdvözlöm, Tünde, és üdvözlöm a hallgatókat és köszönöm szépen ezt a megtisztelő érdeklődést. Mi is nagyon köszönjük, hogy eljött. Az első dolog, amire nagyon kíváncsi lennék, az az, hogy az emberiség történetében mindig az állt a központban, hogy hízzunk, hogy lehetőleg legyünk teltek, jussunk sok húshoz, jussunk sok ételhez, és amiatt a testkép is inkább egy, egy teltebb idom volt, egy teltebb alak. Gondoljunk akár csak a Hippolita Lakájcímű filmre, amiben a fogyókúrázás még furcsa volt, nem volt én elismert, igazából kis parodizálják egy kicsit a filmben. Ezzel szemben ma körülbelül mindenki kapásból fel tudna sorolni hat készítményt, ami azonnal gyors és hatékony fogyást ígér. Mikor és hogyan fordult ez át, ez a gondolkodásmód a fogyókúrázásról és a testképről, az áhított testképről? Hát több lépcsőben és folyamatosan változott meg a testünkkel kapcsolatos viszony. Nyilvánvalóan akkor, amikor nélkülözés van, akkor ha nem is az a, a exim kövérségre, de a bőségre és az ezzel járó tesszimbólumokra, mint enyhe kis pocakra eh, igény volt. Amint a bőség beköszönt tartósan és tömegesen, Mód van arra, hogy kigömbölyödjenek, akkor ezekben a döntően felsőbb társadalmi rétegekben megfordul a trend, és akkor már inkább próbálnak vigyázni a testüre. Ezért annyira mókás, ugye a második magyar hangos filmben, amit említett a Hippolyta lakája, amiben ugye mindenféle polgári budai hóbortot és úgymond butaságot és, és ilyen parvenű, felkapaszkodott viselkedésmódokat, ami teljesen szokatlan, ugye mondjuk vidéken, vagy, vagy a, a viszonylag szegényebb munkás negyedekben, Pesti oldalon, ezeket kifigurázzák. Tehát ez először is bőségre van szükség. Na most ez a bőség, ez persze jött egyrésztről a boldog békeidőben. Aztán ez gyorsan elmúlt a XX. században, mert azért a, a, a két világháború közét azt úgy szokták a hárommillió koldus országának nevezni. Ez nem arról szólt, hogy olyan könnyen jól tudtak volna lakni, és ennek számos szociográfiai és szépirodalmi hagyomány. van, csak a Móricznak a, a kis Jánosára, ami több novellában megjelenik, és ez egy ilyen óhá, a kis János az éhenkórász aki csak egyszer jól lakni, egyetlen életprogramja van, hogy jól lakni, jól lakni. nem, nem, nem meg neki, és azért, azért meg kell mondjam, hogy a civilizáció történetünk az így hömpölyög végig. Utána jön a világháború. Hát mindenki megtapasztalja, hogy teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi létekbe születik bele, hát ott nélkülözés van. És utána nagyon sokáig jön a felszabadulás, de a tápláltsági viszonyok, azok rosszabbak, mint a háború előtt voltak. Tehát jegyrendszer van, az infrastruktúrát tönkreteszik, hiány gazdaság van, a terményeket be kell szolgáltatni nagyon sokáig. Tehát egész egyszerűen az 50-es évek az megint csak egy nélkülözésben telik el. Majd a Kádár korszakban van egy fordulat, azt már gulyás kommunizmusnak hívják. Van mit tenni? Itt a környező országokban nincsen, Azért, azért, azért itt egy ilyen kiemelt, boldog barakban élünk, mert gulyás kommunizmus van. Trabantra öt évet kell várni, de azért, azért már van mit enni. és de, de ugye visszatérve a kérdésére, mert én el, már is el, eltévedtem én. Én elkezdtem összegyűjteni a fogyókúra hirdetéseket. Egész egyszerűen teste felé az egyetemről hazasétálva azt vettem észre, hogy az asztalokon ott hagynak, meg időnként a kukák, ott hagynak a hallgatók ilyen újságokat. Én az mindig belenéztem, meg nem venném azért a ezt és mindig találtam benne fogyókúra hirdetést. És azt mondtam, hogy ezeket úgy kár lenne kidobni a szemétbe, hanem szépen elkezdtem beszkennelni PPT fájba, vagy PPT-be betelt egy, fáj, két fáj, három fáj, négy fáj, és aztán 1200-nál feladtam. 1200 fogyókúra hirdetés. Na most itt a modern társadalomban nincsen még egy olyan termékszolgáltatás, szolgáltatás, eszme, amit ennyiféleképpen adnának el. Na most ebbe az az érdekes, hogy ez az 1200 fogyókúra hirdetés, ez döntően a rendszerváltást követően Jelent meg. Tehát ilyen, egyébként a kereskedelmi televíziózása párhuzamosan. Itt a 90-es évek közepén jelennek mert nagyon kevés olyan fogyókúra reklámban, ami a rendszerváltás elé lógnált, tehát a nagy bum. Az rendszerváltást követően jött itt a, a fogyókúra trendben. Még egy valami, hogyha ez így, 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 kiegyensúlyozható. A rendszerváltást követően, Duplázódott meg mostanára az elhízottak aránya Magyarországon. Tehát egyrészt ezt nézhetjük úgy, hogy persze minél, jobba, minél inkább elhízunk, annál inkább szükség van ilyen fogyókúrás technikákra, meg egyebekre. De hogyha megfordítjuk ezt a trendet, minél több a fogyókúrás reklám és a fogyókúrás ígéret átvágás, annál jobban elhízunk. Ja, de ez tyúk vagy a tojás. Hát ez a tyúk vagy a tojás, mert valami, mindegyik fogyókúra hirdetés azt mondja, hogy, hogy könnyedén erőfeszítés és éhezés nélkül péntekre le fog tudni fogyasztani, ellenben, hogyha kellő időtávban nézzük a trendeket, egyre többen, egyre inkább, egyre fiatalabban hordoznak túlsúlyt magukon. Tehát ez, ha egyik is működne, Egyetlen egy fogyókurás hirdetés tartósan, tömegesen működne, akkor meg lehetne fordítani egyébként a világtrendeket, mert ez világtrend, csak mi magyarok valahogy itt az Európa élére lendültünk a túlsúly tekintetében. És vajon ennek mi lát a háttere itt Magyarországon? Pont hát, mi vezetjük a ranglistákat. ebben. Szóval én, amióta eszemet tudom, tehát elvégeztem az egyetlen azóta járok obezitológiai konferenciákra. Azóta van Magyarország obezitológiai társaság. Obez az ugye kövéret jelentés, ugye elhízás tudományi társaság. Ez azt jelenti, hogy itt, itt most gyorsan számolok, de 30 x éve ezt próbáljuk megfejteni. Még van egy hullá optimizmus minden ilyen országos és európai konferencia után, ha Eureka, megvan a megoldás. 30 éve egyre rosszabbak a trendek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hókusz reklámokon túl azért a, az, az egészségtudomány és az orvos szakma és a dietetika is igen nagy kihívás előtt áll, és azt se oldja meg. De hát nekem, mint kutatónak egyszerűbb egyrészt ezt a kommunikációt kutatni, tehát hogy lehet ennyiféleképpen eladni valamit, ami nem működik, De ez a kreativitásnak a csúcsa. De tényleg olyan ötletek vannak, hogy elképesztő. A másik meg az, hogy ennyire szeretnénk lefogyni. Ekkora a társadalmi igény van, hogy 1200 féleképpen el lehet adni a lefogyásnak a reményét, Na miért nem működik? Tehát, ha ennyire szeretnénk, akkor 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 fogyjunk le, és akkor legyen fiatalos és, és karcsú testünk, és hurá, mert azt szeretnénk. Miért nem? Mi, mi, mi az az erő? Mi, mi szól ellene? Mit nem sikerül itt legyőzni? Na, ez ez az, ami engem érdekel. Tehát én nem ígérem azt, hogy bárkit ö, ö, le tudnék fogyasztani, ö, pedig, pedig én a bojó, meg tudnék élni. Valószínűleg azt kellene mondani, hogy. Én csütörtökre, nekem csütörtökre össze fog jönni ez a fogyás. 30 kiló? Jó, csütörtökre. Ebből meg lehetne élni. Én egy ilyen önsorsontó stratégiával pedig az érdekel, hogy miért nem? Hát igen, a fogyás is egy fogyasztási cikk, és... És azon gondolkoztam én is, hogy igazából talán a fogyasztói társadalommal köthető ez össze, hogy többet teszünk, mint amennyire élettanilag szükségünk van, hiszen nagy a választék, van is rá pénzünk, nagy a kínálat, és van ennek egy nagyon nagy kultusza is, egy kultúrája is az evésnek. És ehhez egy kicsit így pozitívabban hozzá, vagy építő jellegűen hozzá, var, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan érezhetjük azt meg, hogy mennyire van valójában szükségünk, és mi az, ami már már a plusz, már csak azért vesszük meg, azért érezzük meg, már van rajtunk egy ilyen nyomás. No hát, eh, nyilvánvalóan van egy élettani kalóriaigényünk, ami ahhoz szükséges, hogy, hogy hogy a létünket fent tudjuk tartani. Hogy ez a mazló piramisnak ott valahol a, a mindenki megtanulja, itt a, a közgazdaságtudományi egyetem, Korvinuszon, eh, ez, ez ott, ott a szükségleteknek a de, de ugye, ha ez kielégült, ez a kalóriaigény, ez az életen a igény, akkor utána valamiféle magasztosabb, magasabb szükségletek felé kellene lépnünk. bicsaklik ez a szükségletpiramis, mert mi meg tovább eszünk. Mert az ételnek nem csak kalória értéke van, hanem pszichikus, szociális, és még inkább érzelmi értéke. És bizony ez az érzelmi érték, ez, ez, úgy tűnik, hogy képes überolni a kalóriaértéket. Tehát már régen jól lakott a testünk igazából, de valami bennünk tovább eszik. Valaki bennünk tovább eszik, akit nagyon-nagyon nehéz leállítani. Én azt mondom, hogy nem lehet, de ugye azért tömeges és tartósan nem igazán sikerül ezt a valakit leállítani. Persze, itt visszatérve, kikerültük az előző kérdését, mert hogy mi, mi van itt az elhízás? Nyilván vannak genetikai tényezők. Azért egy Bernát-hegyi kutya az vaskosabbra nő, mint egy agár, mert egész egyszerűen mások a génjei. Nyilván vannak a háttérben hormonális változások. Azért egy szülés után, menopóza után azért, azért változik a test. És, 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 akkor jönnek a kilók. Egyáltalán idősödéssel évente fél kiló az a fiziológiás súlygyarapodás, ami, ami úgy szokott jönni. Tehát ezen nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Ellenben olyan környezeti viszonyokban, ahol nem esszük túl magunkat, mert nem tudjuk túl lenni magunkat, mert hiány van, ott nem fogunk elhízni, genetika ide, genetika oda. Tehát azért, mégis mégiscsak az embernek a civilizáció története, az lepörgött úgy, hogy alig találunk kövér embert a magyar történelemben. Ugye, ugye a közszereplőkről, királyokról, nemesekről megmaradtak ö, ábrázolások. Nagyon-nagyon-nagyon nagy hisz, ö, valami jó kis ö, kövér szereplőt találni. Néhányat tudunk mondani, ugye az egyik a döbrögi, Oligarhalútól vagy vagy... Tehát ő kövérnek ábrázolódik, meg a török basa nagyon hasa, tehát ilyenek vannak. Tényleg a törő basák azok, azok az, az ábrázolásokon is. Jó, 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 jó kis kocakos, meg ilyen, ilyen jó, megtermett figurák, de a Petőfik, az Arany Jánosok, a kiegyezés előtti figurák azok egyáltalán nem. Szóval itt azért van, nem szabad elfelejteni, hogy egészen az 50-es évekig van egy népbetegség a világon mindenhol de Magyarországon meg kimondottan Morbus Hungaricusnak hívják. Ez a TBC. Nem egy két vezető tünete van. Az étvágytalanság és a sovánság. Lásd csokonait TBC-be. Van meg szegény. Fiatalon, de mindenki, hát ő, a Magyarországon mindenki érintett. Aki nem, ugye az, aki kimondottan jó körülmények között tud élni, és van egy kis pocakja. Tehát, hogy a, hogy a legkiváltságosabbaknak adatik meg az az élet körülményének kapja el a TBC-t. Tehát azért, azért még ott a, a Hippolita lakáid éjszakába, tehát a 30-as években, ezért furcsa, hogy valaki fogyókúrázni akar itt Budán, mert hogy az a helyzet, hogy, hogy soványak vagyunk. Még az 50-es években is, hogyha euh, böngésztem a népegészségügy című folyóiratnak a, a címlistát, meg mikör, mikről ír, nem írnak elhízásról. A hiányos táplálkozás a gond az 50-es években, még itt Magyarországon. Sőt, hogyha valakinek pocakja van az 50-es években, akkor jönnek ám a fekete autók, meg körbenéznek a padlásához, mm. hogy miből. Mit, 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 mit rejteget ez az ember, hogy pocakja van? Hát levágta Dezsőt a disznót, ugye a tanú című műsorra utalva, hogy hogy mit rejtegethet ez? Nem, nem szolgáltatott be valamit. Hát, hát nincs olyan otak. Az majd, majd később. Igen, hát ez az érzelmi evésre kicsit visszatérve, szerintem nagyon sokat érint, főleg a vizsgai időszak végén szerintem ez egy nagyon komoly, uh -huh. komoly téma, így nekünk egyetemistáknak ja, is. Ja. Mindenki ismeri azt, amikor elmegy zugenni a kamrába, egy kis csoki uh -huh. ez azért vagy tanulás közben majszolgat, és hogy ennek így rendben vagy érzelmek, de mi áll a hátterében? Na most az egyik lehetőség a vizsgai való túllevés. Tehát nyilván van olyan hallgató, aki, aki, pontosan hogy nem tud enni. Vizsga előtti napokon képtelen lenyelni egy falatot is. Van olyan hallgató, mint magamról beszélek, volt olyan anatómiai vizsga, az anatómiai vizsga volt a legnagyobb, humusott, a, a hallgatóknak több, mint a felét e, kivágták az A vizsgán, a B vizsgán, a tehát hogy, hogy az volt a vízválasztó. Hát én nekem abba a peridósba volt úgy, hogy felszettem tizenvalahány kilót, meg le is adtam. Ugyanabban a vizsga előtt. Tehát egy ilyen el, egészen elképesztő, extrém, soha többet az életemben nem fordult elő de egy akkora jó józás, hogy, és ez nem azért, mert hogy én fogyókúrásznám, vagy hízókúrásznám. Szerintem a túlevés mögött, vizsgaidőszakban, meg általában, az az évmilliós tapasztalat. Civilizáció még inkább evolúciós, hogyha évmilliósról van szó, áll, hogy a kríziseket éhénységek követik. Ez nagyon beleégett ebbe a fajba. Ezt nagyon megtanultuk ciklikusan, mondjuk télközepén, ott karácsony környékén, kimerültek az élelmiszerraktárok. Milyen érdekes, hogy mi meg ilyen karácsonykor elkezdünk nagyot enni. Ugye ezt bemutatunk itt a természetnek, hogy egyébként éhezni szokás közepén de mi meg, hoppá, bizony, bizony, bizony. Tehát megtanultuk, hogy a krízis esek éhénséggel járnak. Meg azt is megtanultuk, hogy az éli túl, aki a közeledő krízis előtt tartalékolni képes, például nagyot teszik, eldugja, vagy megeszi, és egy tartalékkal szalad neki a krízisnek. Na most itt az utóbbi 70 évben, amit úgy nyugaton fogyasztói társadalomnak hívnak, nálunk gulyás kommunizmus, tehát hogy, a, hogy, hogy valahol itt a Kándár korszak viszonylag tehetősebb vidékén, vidéke óta, tehát körülbelül 70 éve, úgy vannak krízisek, hogy közben pedig nem fogy el az étel. Nincs, nem, nem következik az éh, éh, éhénység. Tehát egy a, a vizs, a, a kemény vizsga az elég nagy krízis. Meg a koronavírus járvány. A koronavírus is. az egy elég nagy krízis. Milyen érdekes, hogy hogy az első coping reakciónk mi volt? Az aldiba megvesszük az összes élesztőt, meg a lisztet, meg, a, meg, meg, le, meg le, le letakarítjuk a polcokat, mert, mert tartalékolni kell. Hogy Pontosan, hát köszönöm szépen, ez egy ragyogó példa, hogy, hogy, hogy nem egy tudatos magatartásról van szó. Nem arról van szó, hogy logikusak vagyunk, és az épész működik bennünk, hanem valami nagyon ősi érzelmi, indulati, viselkedési automatizmusról van szó. ez messze nem a racionalitás irányítja ezt, hanem valami túlélés vágy ez belénkégett, és ez a 70 év, ez nem volt elég, hogy fölülírja, átírja, valamilyen újabb adaptációs mechanizmust hozzon. Pedig nyilvánvalóan, tehát ez, azt is lehet látni, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez az utolsókat rúgja már. Tehát e, ezt a fajta növekedést, amit itt tanulnak a közgazdasági egyetemen, hogy még nagyobbra, még nagyobbra, még, még itt a kis gömböc. Nőni, 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 nőni. nőni. Fogyasztani, fogyasztani, fogyasztani. Ez ki Egyet fogyasztani. Ez ki fog durranni. Ez, 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 ez még kellene még egy Föld, hogyha, hogyha tényleg elérnénk azt, hogy mindenki az amerikai életszínvonalon élhesse itt az életét. Nem megy, nincs, nincs még egy Föld. Na most ez nyilván nem teljesen tudatosan. De mit csinál egy faj akkor, amikor, amikor, amikor egy, ilyen, egy, egy ilyen nagy kataklizma és egy nagy krízis közeli? Közel, mindenféle viselkedési alternatívát, mint amikor összezavarják a hangyabói, elkezd mindenféleképpen viselkedni. Én szerintem a kavar, evéssel kapcsolatos ö, zavarók, az evés zavarok, amik itt a 2000-es, tehát a forduló óta jelentek meg, de valami elképesztő sokszínűséggel, ez az a hangyaboly, amit megzavartak. És próbál az emberiség valamilyen alternatív viselkedés formát találni az evéssel kapcsolatosan. Ez most még inadaptív, lehet, hogy a jövőbe valamelyik adaptív lesz, a régi mechanizmusok. Enni addig, amíg van mi, az meg már nem adaptív. Tehát egy ilyen adaptációs paradox élünk, ezért ez a sokfajta evési magatartás, ez jelen pillanatban zavaroknak írjuk le mi pszichológusok, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így marad. Lehet, hogy a túlélésnek az egyik, valamelyikben benne van a túlélésnek a záloga, hiszen a, az emberiség mindig ilyen ö, evés kríziseket élt túl. A csomóan belehaltak. A legtöbben belehaltak. Aztán jött, jött egy nagyon-nagyon kicsi része a populációnak, aki evészavaros volt, és elkezdett például húst tenni. És akkor megoldódtak a problémát. A többi kihalt, ő meg az evészavaros meg megmaradt. Mm. Ugye, is abból lett a, 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 az a homo ág, ami a vadászással a fehérje többlettel. Egyre nagyobb agytérfogattal, egyre technikásabb vadászással, fogai nem olyanok, hogy ragadozó legyen, tűzzel, előemésztéssel, mindenféle technikai civilizációval túlélte végül is. Tehát az ev evésnek most fogok a tartani majd egy előadás, ami pontosan erről fog mi szólni. mi is ott leszünk, igen? fogunk tudósítani igen? róla. Igen, igen. Na, én, én, nekem egyrészt ez jár most a fejembe. Uh -huh. Ezek az orális katasztrófák amik nemesítették az embert, és abból a nagyon korai, még nem is főemlős á, majomból végül is a, ezek az orális krízisek, tehát az evéssel kapcsolatos krízisek létrehozták azt, amit mi most vagyunk. Egyszerűen tanulságos, mert én, én nekem meggyőződésem, hogy hogy most is megyünk neki egy ilyen nagy globális krízisnek, amit valahogy tudunk kellene majd élni, és ezek tanulságosak. Itt a, igen, a húsfogyasztásról nekem az jutott eszembe, nem feltétlenül ez az ősemberi fejlődés, hanem hogy az én nagyszüleim generációjának is óriási dolog az, hogy ők tényleg most nagyon sok húst tehetnek, nagyon jól hozzáférhetnek, nyilván aki megteheti, az, az jobban hozzáfér, és hogy ezzel szemben meg vannak most a legfiatalabb trendi mozgalmak, mint a vegánság, ami most nagyon felkapott lett, és egyre népszerűbb, és hogy lehet, hogy ez is egy ilyen változás, ez is egy ilyen trend lesz, ami inkább megint elhajt minket a húsfogyasztástól, inkább a növényi tápanyagok felé. nem egy nagy újdonság, azért meg kell, hogy mondjam, mert ugye a Pitagóreus, euh, -a, Pite, Pitagóreánusoknak hívták egészen a 17. századig a vegetáriánusokat. Tehát Pitagórasz tételének a névadója, ő egy kis szektának a vezetője volt, akik nem ettek húst az összes ideológiájával. Aztán azért, azért itt a, a, a 19. század, 20. század fordulóján hatalmas mozgalmak voltak, akkor alakultak ott a 19. század közepén Angliába, Magyarországon 19. század végén vegetáriánus társaságok, aminek a, ennek a mozgalom nem nem feltétlenül csak az volt a lényege, hogy nem eszünk húst. Például az avantgárd művészek döntő többsége az, az, az vegetáriánus volt. Kodály, Bartók. Tehát itt egy életmód reformról volt szó. Például testmozgást végzünk, kirándulunk, népzenét gyűjtünk, megreformáljuk a művészetet, és akkor az avangárd művészetek így, így sor, mindent megreformálunk. A lelket felszabadítjuk, mondja Freud Zsigmond. Hazamegy Lenin az avangárd művészek köréből, majdnem azt mondtam, hogy Leningrádban, de akkor még Szentpétervár volt, ugye, és azt mondja, nem, az egész világot fogjuk megrevelni. A társadalom rossz. Csinálunk ki sokkal boldogabb és élhetőbb nem sikerült nekik. Meg ez, a, ez, a, ez, a, ez a, mozgalom aztán elvezetett két világháborúban, de ne felejtsük el, de ugye itt meg mindent megváltoztatni, és egy ilyen, egy ilyen magasabb, szellemibb ember típust létrehozni, ez volt itt a, a, a korai 20. századi vegetarianizmusnak a, a hajtó ereje, tehát nem merült ki messze abban, hogy eszünk-e húst vagy nem, hanem ennek egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges spirituális, meg mentalitástörténeti jelentősége volt az összes vadhajtásával együtt. De ez megint csak a hangyabolynak a, a, a ide-oda szaladgálása, ahogy a művészet mindenfele szaladt, és mindenfélét megpróbáltak másképp csinálni. Most itt az evéssel kapcsolatosan kezdünk ilyen avantgárd újjászületéses izét eh, kifejleszteni, ami a fene tudja, hogy hova fog vezetni. De szerintem most is van egy ilyen egy ilyen spirituális része is ennek, hiszen az, hogy folyamatosan hangsúlyozzák, hogy tudatosság, mm. környezetvédelem, az nagyon fontos része annak, hogy valaki egy ilyen életmód felé terelődik, vagy egy ilyen életmódot választ magának ma. Persze, nagyon-nagyon sok minden benne van, ö, ö, fenntarthatóság, környezetvédelem, egészség, tudatosság, úgymond. De ne felejtsük el, hogy azért a vegetarianizmáson túl azért az ellenirányzatok is megvannak. Azért a Paleo meg azt mondja, hogy egyér úgy, mint az ősember te egyél annyi húst, amennyit, csak, és akkor gabonát ne egyél, mert hogy gabonatermesztés persze a paleolit korban nem volt, hanem, hanem e, ha, tehát hogy ez, ez, meg egy másik trend, és azt mondja, akkor lesz egészséges. A harmadik meg azt mondja, hogy nem volt olyan páciensem, aki paleo vegetáriánus volt. Nagyon-nagyon népszerű blogot vezetett a paleo vegetáriánus, nem tudom, hogy van-e még, de a paleo vegetáriánus, diétával kapcsolatosan, ez a kettő az egymás ellentétje. A paleozér a hús hússal, meg, nem eszünk húst, meg állati terméket. Hát mondom, mit teszik? Azt mondja, hogy mit tenne? Brokkolit. Ugye hm. ez már az új tend, ez az ortorexia nervóza, a úgymond az a betegség, ahol az úgymond egészséges étel, válik az, étel. életnek a, 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 központi céljává. Orto az ugye a görögben helyeset jelent. Itt magyarról ezt úgy szoktuk lefordítani, hogy egészséges étel mánia. mánia. Hát, hogy egészséges étel függőség, akinek a, a, az, az hatja az életét, hogy helyes mennyiségű és összetételű ételt kikészíti reggel a hűtőszekrénybe, és a pontos időpontban Tudományos pontossággal elfogyasztja annyi falatot, amennyiről azt hiszi. És még annyiszor is rágja meg az a legszörnyűbb része. Hát ez a, a fletcherizmus. <laughs> e, fletcherizmus. Ugye megint csak itt a, a, a század elején járunk, 20. század elején, amikor van egy ilyen e, Fletcher-nevezetű amerikai e, evészakértő, aki azt mondja, hogy a boldogság titka az alapos rágásban van. Tehát meg kell rágni 33-szor, de még jobb, hogyha 100-szor megrágjuk az ételt, és egészen pépésé és folyékonyá kell rágni az ételt, mert ez a boldogság kulcsa. De ezek az emberek azért nagyon elszakadnak attól, hogy magukra, meg a testükre hallgassanak, hogy mik az intuíciói, hogy mit kívánnak, hogy az evésnek nem csak ez a kalóriabeviteli funkciója van, hanem ahogy mondtuk, az érzelmi, akár a spirituális, a kulturális Igen, is. csak az a helyzet, hogy, hogy érzelmi igényben is nagyon sokféle van. Én ab, arra gondolok, hogy akkor, amikor ilyen viselkedési korlátozások merülnek fel, például mit ne együnk, a többi ilyen forradalom az, az felszabadít a művészetben lehet így is festeni, úgy is lehet. Hogy itt, itt, ez a forradalom, az evés forradalma most, az az, hogy mit ne együnk. Mi minden nem szabad enni. Ugye ez korlátozó. Na most én azt gondolom, hogy emögött egy, egy másik nagyon-nagyon fontos emberi igény van, ez a, a, kontrollás, a kontrollálhatóság élménye van ez a Martin Seligman, nagyon-nagyon jelentős újkori pszichológus, 80-as évek közepén ő az amerikai pszichológia társaságnak az elnöke. Neki van egy ilyen nagyon híres kísérlete, amit egyébként egy csomó diák is ismer, egy pszichológiára, szociálpszichológiára jár. Ugye kutyáknak megtanítja azt, hogy ha felvillan egy lámpa, akkor röviddel ezután kap egy áramütést a kutya. Pillanatok alatt megtanulja, hogy menekülni kell, ha villan a lámpa hátugrik a ketrec másik oldalára, akkor nem fog kapni áramítést. Ezt megtanulja a kutya, és úgy várja a fény villanását, mint a postást. Egy játéknak veszi, hogy ki tudja kerülni a stresszeket. Tehát kontrollélménye van a fájdalmak felett. Igen, van, nagyon jól tudja ezt a kutya, felvillan a lámpa, átugrik a ketrec másik oldalára, és mégis kap egy áramítést. Néhány társítást követően megtanulja azt a kutya, hogy bármit tesz, a sorsa fölött nem rendelkezik. És a lámpa, és a korábban kiokosított kutya nem ugrik többet, hanem sír, lelapul, behúzza fülét, farkát, és nem csinál semmit. Megtanítja Martin Seligman a depresszív viselkedést a kutyának, hogy feladja a kutya. Meg, ez hogy hív... féljen. Meg, hogy féljen. Ez, ez a, ugye ezt hívja uh, Learned tanul tehetetlenségnek. És ez a depresszió kognitív behaviorális elmélet. A kutyának is meg lehet tanítani a depressziót, azt, amiben mi magyarok ilyen jók vagyunk, mert mi magyarok 500 év mohács ezt a tanult tehetetlenséget tanuljuk itt népszintjén. Bármit csináljuk a végén, bocsánatot hogy kérek, meg fogjuk szívni. Mindig megszívjuk. Mindig kiderül, hogy szív, vagy a elegezőjét kellett volna csinálni. Tehát egyszerűen benne vagyunk egy tanulta. Na most, hogy függ össze ez az ortorexia nervózával? Hogy az egy egy nagyon kellemetlen élmény, amikor az úgy érzi az ember, hogy kicsúszott az élete a kezéből. Nem tudja kontrollálni. Mert nem tőle függ, hogy a hitele bedőle. elküldik -e a munkahelyről lehet, hogy a legszorgalmasabb, legtehetségesebb valaki, csak éppen úgy alakul, hogy, -e, hogy, -e, hogy vége a munkahelynek, más vesznek fel, vagy Tehát, hogy, hogy itt ebben a modern világban is elsősorban a rendszerváltás követően nagyon-nagyon sokan megtapasztalják, hogy, hogy, hogy elvesztették a kontrollt. Ez a tanú tehetetlenség. Az viszont antidepresszáns, ha valakinek van egy olyan élménye, hogy mégiscsak uralkodik a sorsán. Mi marad? mit teszek, meg mit nem. Azon és le e lehet uralkodni. Azon lehet uralkodni. És ez egy olyan mankó, és ez megint csak az érzelmi erés, hogy addig, amíg én meg tudom állni, és úgymond a hitemnek és a szektámnak megfelelő, táplálkozási módot követem, addig én vagyok az úr, és nem pedig a sors. Mert hogy felelős vagyok a... De most itt, itt pszichológusként én elgondolkodok azon, hogy ezt az ortorexiát szabad -e elvenni valakitől. Vagy hogyha neki erre igénye van, és ez, 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 tényleg egy mankó az életében, akkor elvegyük ki a mankót, a lelki mankóját, vagy hogy maradjon meg ebbe a hitbe. És De... hogy ez egyáltalán betegsége, vagy nem? Betegség. Betegső. Ugye ez, 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 ez itt a modernkori szekták, azok úgy tűnik, hogy az evés köré gyülekeznek. Ugye régen a 19. századig azért voltak ilyen vallási dogmák és szekták. Aztán a 20. századra ezek szerte oszlottak. Jöttek ideológiai dogmák. fasizmus, kommunizmus, ilyenizmus, olyanizmus, benne az avantgardizmusba és mindenféle. És akkor ez, ez itt a 20. század végére, itt ezek megint csak elkoptak. De dogmákra van szükség? Lelki van szükség? Szektákra van szükség? És lám biológiai szintre kezd süllyedni az a dogma, ami régen spirituális volt. Mi az, amit tehetek? És majd a Norbi megmondja. Majd a Szendi kolléga megmondja. Majd a, mit tudom, én nem akarok személyeskedni, de valaki mondja már meg, és én ahhoz, ahhoz fogok ragaszkodni, és e, úgy fogom érezni, hogy, 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 hogy tulajdonképpen Megtettem, amit megkövetelt a sorsom. Vagy a közösségi média megmondja. Szerintem ez, ez most persze, egy nagyon persze, releváns téma. Persze, téga. persze, persze. Hogyne, 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 hogyne. Hogyne, tehát azért ezt az ortorexia nervózát az ezért fordulón írta le egy pszichiáter, Stephen Bretman. Épp, amellett, hogy pszichiáter volt, jogázott is, meg volt neki egy bioboltja. És a, a bioboltjába fedezte fel, hogy a pszichiátriai e, pát, pacientúrája, meg a biobolt vásárlóköre az jelentős átfedést mutat. Meg tulajdonképpen ő is ortorexiás volt, és akkor elkezdett ő, ő magáról gondolkodni meg a pacientér és úgy írta le egy jóga ezt az ortorexia nervózát, ami aztán azóta, tehát az elmúlt 20 évben, 24 évben, tehát az elmúlt negyed században ilyen egészen furcsa karriert futott be, és, és hamarabb leírta a Bretman, még, mint, mint hogy ez egy ilyen tömegmozgalom már váljon. És a tényleg csak kapkodjuk a fejünket, hogy milyen újabb evési hóbortok jelennek meg. Egy kicsit itt a közösségi médiánál maradva. Igen. Van most ez a mozgalom, hogy body positivity, hogy gondolkozunk pozitívan a testünkről, fogadjuk el, hogy Jop. mindenkinek különböző mm. testképei vannak. Mm. És ez nagyon foglalkoztatja szerintem az én korosztályomat, mert nagyon sok közösségi médiát fogyasszunk, főleg Instagramot most már. És itt igazából az a két merült fel bennem, hogy rendben van, erősítik azt, hogy mindenféle testet el kell fogadni, de hogy ez átfordulhat ugye abba is, hogy úgymond promózzák, reklámozzák azt, hogyha már egészségtelen valaki már elhízott, és hogy mit gondol a tanár úr erről a mozgalomról, meg erről a kritikáról? Hát úgy, hogy nyilvánvalóan egy dilemmák vannak, pro és kontra. Van, aki igen nagy vehemenciával tiltakozik az ellen, hogy, hogy a túlsúlyosak munkahelyi munkaerőpiaci hátrányt éljenek, vagy vagy, 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 csúfolás áldozatává váljanak, vagy, és mindenféle sérelmek vannak. obesitológiai konferencián önálló szekció mindig az, hogy, hogy bántják a, a, túlsúlyosokat. Na most itt egy, egy szakdolgozatban mi magunk is megvizsgáltuk, a túlsúlyosaknak a megítélését, és érdekes módon a túlsúlyosokat bizonyos szempontból pozitívabbra értékelték, mint a, mint a, a úgymond normális súlyúakat, tehát a nem túlsúlyosokat. Tehát nem olyan egyszerű, nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy csak negatív sztereotípiák lennének a túlsúlyjal kapcsolatosan. Mert azt gondolják a, 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 a túlsúlyos emberről. Humoros, barátságosabb, közvetlenebb. Csomó, egy csomó, csomó, tekintetben azért jobbakat gondolnak róla, mint mondjuk egy. És, és, persze, persze azt is gondolják, hogy tunya, meg, meg akarat gyenge, meg ilyeneket is gondolnak, de ugye nem ennyire egyszerű ez a dolog. Én, én maga, magam, magam, is dilemmában vagyok ezzel kapcsolatosan, mert hogy, 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 itt ez a túlsúlynak a problémája nagyon gyorsan genetikai, meg hormonális problémának van címkézve. És innentől kezdve minden felelőssége eloszott az embernek. Igen, ez megint a tehetetlenség. Hát így van, De így, lehet, van hogy így van. Tenni ne tessenek bántani, és kész, és izé. Szóval, azért valamit lehetne tenni. Az elmúlt húsz évben azért van egy olyan trend, amit ha megszakad az ember, se sikerül itt terjeszteni Magyarországon. De ez a rapid fogyókúra, péntekre lefogyunk, mint ahogy a média hirdeti, meg a reklámok hirdetik, ebben van a probléma. Ez Minden. nem működik. Nem működik. Ez biztos, hogy nem működik. Mert hogyha siker, majd, jaj, hát majd a, a kereskedelmi csatornában beszámolnak, behívják a valakit, aki leadott 40 kilót fél év alatt, azt állandóan látjuk. mert vannak ilyen nagy fogyókura háborúk, amikor XY lefogyaszt valakit ilyen morbid kövérségből. Azt nem látjuk, hogy egy év múlva, vagy két év múlva mi lett ezekkel az emberekkel. Tehát Meg, a... hogy lelkileg hogyan érjük. Hát, a, jaja, mert ugye itt a jójózás az ilyen 40-95 egy éven belül. A 40 százalék akkor, hogyha gyomorszűkítő műtétet végeznek. Tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek összeszűkítik hogy a -e, akkor vagy lefogy, vagy, vagy megtartja a le, lefogyott súlyt egy év múlva, vagy nem. Ez a 40 százalék, ez majdnem úgy fele-fele. Ugye ezek a népszerű ő, humbug diéták ezeknek a visszahízási, vagy a jójózási aránya 95 százalék. Tehát van egy 5 amiről a média be fog számolni, hogy kérem szépen, még szépen ragyogóan lefogyott ezzel a módszerrel, de az 5 a többinek meg nem sikerült. Na most, visszatérve itt az előző gondolatmenetre, az elmúlt 20 évben, inkább az a trend, hogy abban a ritmusban kellene lefogyni, hogy elhízunk. És ez az elhízás, ez ugye nem karácsony másnapra eltőre történik, amint ahogy hisszük. nem az van, hogy karácsony szentestéjén jól bevacsorázunk, pedig jól bevacsorázunk, és akkor másnap felkelünk, hogy hopp, ez a 30 kiló, ez, 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 nem. Nem. Két karácsony között szedjük össze azt a túlsúlyt, amit a következő karácsonykor még egy kicsit megfejlünk, és szóval ez az elhízás, ez ilyen évi 5-6 kiló, amit nem szoktunk észrevenni. Csak amikor már nem jön fel a ruhaváltásnál, mondjuk a téli nadrág, meg a, a, a ami még tavaly jó volt, az most meg már szűk. Ez az 5-6 kiló, nem és ez az 5-6 kiló energetikailag úgy jön létre, hogy naponta 100 kiló kalóriát következetesen túl leszünk. 100 kiló kalóriát. Na most ez egy arcátlanul apró mennyiségű étel. Ez egy kifli. Ez 100 kiló Ez egy deka tepertő. Az a kis csokika. Olyan jó sikerült a diétám ma, hogy ezt a kis már csak megérdemlem. Na, az, a, az fog elhízlani. És erre is Ota. már van külön kifejezés, hogy akkor most csalónapot tártok. Igen, 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 de hogyha minden nap az ember vannak ezek a hűségkártyák. Ugye ezek a hűségkártyákon bizonyos bevásárló központokban vásárlás során odaadjuk, kapunk rá néhány megalázó pontot a vásárlásunk után. És ami akkor azt majd valamikor levásárolhatjuk. De ennek a hűségkártyának van egy másik felülete. Hogy amikor megigényeltük, odaadtuk a személyes adatainkat. Tehát valakik tudják, hogy mi van a bevásárló kosarunkban. Évekre visszamenőleg tudják. ha én megkérdezem egy vizsgálatban, hogy mondjam már meg tünde, hogy az elmúlt öt évben mi változott a táplálkozási szokásába, nem tudom, hogy tudná válaszolni. Én nem tudnék a sajátomra válaszolni. De ezt valaki tudja. Mert ott van a, 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 az összes vásárolt terméknek a listája a személyemhez illeszthető. Na most egy ilyen óriás adatbankba bekerülve néztük a az úgynevezett diétázó vásárlónak a, a kosarát. Light, Bio, Update, mit tudom én, ilyen címkékkel ellátott, de diétás árukat, vásárlókat, és ott döbbenetes, hogy nagyon sokuknak a nagyon sok diétás termék legvégén azért bekerül valamiféle jutalomfalat, egy kis csokika, egy kis tepert, egy kis valami, amit az nem, ami nem illik bele a diétába. Az a jutalomfalat az, ami, áll, ami évvégén 5-6 kiló plusz jelent. 5 év múlva 25 -öt, Tehát ezt a 100 kiló kalóriát kellene észrevenni. Nem többet, mert a, a, ez a 100 kiló kalória, ezt nem veszük észre, hogy túl magunkat, nem az lesz, mint karácsonykor, kiveszük a 100 kilokalóriát, nem lesz egy éjségérményünk. Éhénységélményünk, amiről nagyon jó tudja a testünk, hogy mit jelent. Itt van az éhénység. Azért a brit nők a életükből 30 éve diétával töltenek el. Azt jelzik a testüknek, hogy megint itt van az éhezés. Hát mit kell csinálni? Enni kell. Enni kell. Na, tehát enni Na, ezt a 100 kilókalóriát kivesszük a napi étkezésből, akkor az az év végén 5-6 kiló mínusz fog jelenteni. Úgy, hogy nem éhezünk. És ez, 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 ez az a a, 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 fogyási ritmus, amivel tartósan le lehetne fogyni. Nyilvánvalóan, aki morbid kövér, mondjuk 50 kiló túlsúlyt volt, annál drasztikusabb. Mert ez egy életveszélyes állapot természetesen. De aki ilyen szalon annak annak, 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 ez a 100 kiló kalória kivétele lenne a megoldás. Vagy pedig ezt a 100 kilókalóriát le lehet mozogni a 100 kiló kalória elégetése az 2000 lépés. Tehát pontosan ez a maga az elmélet, akik ezt kidolgozták, Peter Hills nevéhez fűződik, de hát azóta nagyon sokan emlegetik. azt mondja, hogy naponta két kilométerrel tessék többet mozogni. Egy megállóval később felszállni a villamosra, egyre hamarabb lesz és azt gyalog felmenni a harmadik emeletre olyan szomorúan látom az egyetemistákat időnként, hogy ott állnak a épületbe, a lift előtt is nem tudnak bekerülni, és én háromszor felérek a ötödik emeletre, míg ők kivárják azt, hogy a lifttel felmehessenek, de hát kérem szépen, nem détázik el, gyalog felmenni. Igen, a gyaloglás egy Ugye? Nagyon, hát, úgy, jó. Ö, 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 egy kicsit a szívet megdobogtatja, találkozunk többiekkel, de tényleg ez, 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 a, ez a lift, ez egy nem jó ötlet. Nem jó ötlet. Amióta ezek a kényelmi berendezések megjelentek itt a világon, azóta jön ránk a túlsúly, mert ezt régebben, mondjuk a 60-as évek előtt ezeket lemozogtuk azért a mozgó lépcső, mondjuk a skála áruházban, 70-es években mi vidékről oda mentünk csodát látni, hogy mozog a lépcsőkéről. 70-es években volt a skálára, amióta lebontották már, de nem, nem, volt az, hogy itt a metróknál volt mozgó lépcső, meg, meg itt ott egyébként meg mozogtunk. Igen, ez most mozogtunk. is nagyon fontos lenne. Én, én meggyőződésem, hogy, 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 hogy a mozgást azt vissza kellene hozni az életünkbe. Hát én ilyen járok kerékpárral, és nem is vagyok hajlandó leszokni róla, bármennyire is veszélyes. De azt viszont nagyon örömmel látom, hogy elég nehéz leparkolni a kerékpárral itt a épületek előtt, mert hogy egy csomó egyetemista nagyon helyesen környezetet kiműl, saját magát meg kiműlve kerékpárral jön. Ez, én ezt nagyon-nagyon... Tehát nem a, nem a diétáknak a számát gyarapítanám, hanem, hanem hogyha nekem itt most feltétlenül fogni kellene, egyébként én magam 14 kilót adtam le azzal, hogy vettem egy kerékpárt, és feladtam a, a tömegközlekedéssel való munkába járást ide a Úgyhogy nem kevesebbet ettem, hanem meggyőződésem, hogy többet teszek. Hát most ez a Covid egy kicsit közbeszólt, hogy home office volt, meg izé, meg én alig várom már, hogy, 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 hogy a diákokkal lehessen találkozni, és biciklivel bejönne home office helyett. Hát akkor reméljük, hogy így is lesz szeptemberben. Hát így legyen. Én így nagyon köszönöm ezeket a gyakorlatias tanácsokat is. Igazából én ennyit terveztem, ezek voltak a legfontosabb témák, amiket... Hát tűnj, de nagyon szépen köszönöm a, a, a lehetőséget. Én is köszönöm nagyon a na, beszélgetést. Na, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, mert hogy közben ilyen megvilágosodásaim is lettek. A, a, a jó interjú... A, a jó interjú készítő az úgy tesz fel kérdéseket, hogy még arra is válaszolunk, amit sose tudtunk. Ez a legjobb érzés annak is, aki az interjút készíti. Köszönöm szépen, ez volt a látó mai adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessétek a Kormus Közgazdász Facebookon és Spotify-on is. Tekintsünk együtt a jövőbe, tartsatok velünk legközelebb is.